Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezelik az illegális migrációt a skandináv térség országai, Belgium és Franciaország. Az illegális migráció egyik legrosszabb árnyoldala a migráns bűnözés. Svédországban egy friss rendőrségi jelentés szerint csaknem 14 ezer ember lehet tagja a bűnözői hálózatoknak, és további 48 ezer emberről feltételezhető, hogy kapcsolatban áll ilyen szervezetekkel. A finn fővárosban pedig a fiatalkorú bűnözés az egyik nagy probléma, amit orvosolni kellene. Most skandináviai tudósítónkhoz, Cser Attilához kapcsolunk. Hát ugye azt túlzás lenne állítani, hogy minden migráns bűnöző lesz előbb-utóbb, de a számok azért elég beszédesek. Mi az oka annak, hogy ilyen nagy számban kötnek ki bűnözői csoportoknál az illegális bevándorlók, illetve mit tudnak tenni az északi országok hatóságai ez ellen? Köszöntök mindenkit. Elképesztően magas ez az adat, jellemezte így ezt a rendőrségi felmérést a svéd igazságügyi miniszter. 62 ezer ember egy kisváros lakossága. Az, hogy Svédország ide jutott, most már elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 évek, több 10 év eredménytelen, sikertelen, elhibázott bevándorlási politikája vezetett ide, nem integrálták a migránsokat, és hagyták őket egy-egy kerületbe letelepülni, illetve a svéd közösség fejlesztési politika kudarcot mondott. A dánok erre már rájöttek, hiszen Dániában van egy olyan törvény, hogyha egy bizonyos lakóépületben egy adat szerint mondjuk 10-nél több migráns élne, lakna, akkor azt a lakóterületet lebontják, és a migránsokat szétköltöztetik. Ezt egyébként Dániában gettó törvénynek nevezték el. Tehát a svédeknek nem sikerült. Itt Finnországban pedig egyre több fiatalkorú keveredik a bűnözők közé, náluk is az integrálatlanság, illetve az iskolai képzés hiánya vezet ide, és természetesen a könnyű pénzszerzési lehetőség. A svédországi 62 ezres szám aggasztó, különösen azért, mert majd 11%-uk kettős állampolgár, 8%-uk pedig teljességgel külföldi állampolgársággal rendelkezik. Nagyon sokan megszerezték már svéd állampolgárságot, és a migrációs hálózatokat működtetik. A svéd rendőrség arra is rájött, hogy a bűnözői hálózatok egyre messzebb terjeszkednek. Most már azt is lehetne mondani, hogy a politikai befolyásuk is jelentős, hiszen volt bandatagok már a politikába is beépültek. A svéd rendőrségi törvény módosításával az, hogy átvilágíthatók legyenek azok az emberek, akik éppen a gyanút a rendőrség szemébe felkeltik mozgásukkal vagy gépjárműveikkel, ez majd segíti a helyzetet, de alapvetően, hogyha nem tesznek ezek ellen, akkor a svéd nagyvárosok közbiztonsága nem javul jelentősen. Egy dán tanulmány arra is rámutatott, hogy ha egy ország lakosságának 10%-a például bevándorló, akkor ott elvesznek a lehetőségek az integrációra, a sikeres integrációra. A svédek jelen pillanatban azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne változtatni azt a helyzetet, ami kialakult. A finnek megpróbálják megelőzni azt, hogy olyan helyzet legyen Finnországban, mint ami Svédországban alakult ki. Igyekeznek nem egy helyre letelepíteni a bevándorlókat. Ez viszont gyakran nem sikeres, hiszen az észak-európai országokba már beérkezett bevándorlók egy-egy lakóterületen laknak, és a család egyesítésekkel ezeken a bevándorló területeken lakók száma folyamatosan emelkedik. Belgiummal folytatjuk, ahol konténertelepeket hoznak létre a menedékkérők elszállásolására. Az országban régóta állandó problémát jelent, hogy megteltek a befogadó állomások, és a menedékkérők egy része az utcán lakik. A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság és a belga bíróságok több százszor már elmarasztalták a belga államot, mert nem kielégítők a migránsok fogadásának és elhelyezésének körülményei. Most kapcsolunk Barack Eszterhez Brüsszelbe, hát a konténertelepeket létrehozzák, ezzel megoldódik a probléma?
Jó napot kívánok! Átmeneti telepekről van szó, átmeneti megoldást is jelentenek. Minden attól függ majd, hogy hányan érkeznek Belgiumba. Egy ilyen konténerpark egyébként felépült már a flandriai Ypres-ben, ez egy használaton kívüli laktanya területén működik már, és a múlt héten hoztak döntést a másodikról a Vallóniai Charleroi-ban. Itt egy korábban bezárt nagykereskedelmi áruházlánc parkolójában állítják fel ezeket a konténereket, amelyeket a belga hatóságok az Európai Menekültügyi Ügynökségtől kapnak. Mindkét helyen 375 fő befogadására alkalmas telepeket hoznak létre. Ypres-ben főként nőket, egyedülálló nőket és gyerekeket helyeznek el. Charleroi-ban azt mondják, hogy ha a nők és a gyermekek nem töltik meg valamennyi helyet, akkor egyedülálló férfiak is jöhetnek. Ez azért nagyon érzékeny kérdést, mert tavaly annyira drámai helyzet alakult már ki Belgiumban a fogadókapacitásokkal kapcsolatban, hogy a menekültügyi államtitkárság úgy döntött, hogy egyedülálló férfiaknak nem biztosítanak szállást, ők azután az utcán aludtak, sátraztak a csatorna mentén. Az átmeneti konténer szállásokat egyébként a Vörös Kereszttel együtt működteti a belga menekültügyi hivatal, és senki nem kaphat benne helyet, aki valamilyen bűncselekményt követett el. Őket zárt táborokban helyezik el, így akarnak garanciát arra, hogy a kiutasító végzés után valóban elhagyják az országot. Ez ugyanis nem volt jellemző eddig Belgiumra. 2022-es adatok szerint az illetékes hatóság több mint 25 ezer kiutasító határozatot adott ki, de alig több mint 5 ezer illegális bevándorló hagyta el az országot. Az történik ugyanis, hogy miután megszületik ez a határozat, az eljárás lényegében lezárul, és hogyha az illetőt nem találják, mert mondjuk törölték a nyilvántartásból, vagy nincsen állandó lakhelye, akkor egyszerűen nem is keresik tovább. Október 16-a volt a fordulópont, akkor megváltozott a helyzet. Azon a nap egy Tunéziából érkezett illegális bevándorló, akit kiutasítottak, de nem hagyta el az országot, és illegálisan maradt éveken át, meggyilkolt két svéd futballszurkolót, ami óriási társadalmi felháborodást váltott ki. Ezért a kormány elkezdett dolgozni egy új visszaküldési jogszabályon, amiről a múlt héten kellett volna szavazni, de a parlamentben nem volt meg hozzá szükséges támogatottság. Ennek az oka elsősorban politikai. Belgiumban ugyanis júniusban minden szinten választások lesznek, és a kormánypártok azt szeretnék, hogyha ezt a rendkívül kellemetlen kérdést minél előbb le tudnák zárni. Az ellenzéknek viszont az az érdeke, hogy napirenden tartsa. A felmérések ugyanis azt mutatják, hogy a belga emberek már korán sem olyan toleránsak a migrációval szemben, ahogyan ez korábban volt. Nem véletlen, hogy jelenleg az országban a legerősebb, legtámogatottabb párt egy szélső jobboldali migráció ellenes flamand párt, a Flamand Érdek pártja. Felszámoltak egy bűnözői csoportot a francia, a belga és a német hatóságok. A hálózat tagjai Franciaországból csempészték a migránsokat Nagy-Britanniába a La Manche csatornán keresztül. Ez az eddig ismert legjelentősebb bűnszervezet, amit sikerült felszámolni. A hágai székhelyű és a tagállamok közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség az Eurojust tájékoztatása szerint a hálózat tagjait Németországban állították elő. Vencel Katalin jelentkezik Párizsból. Mit lehet tudni, kik a csoport tagjai és mivel vádolják őket pontosan? Szervusz, öreget kívánok! Egy 18 hónapig tartó nagyszabású nyomozás során, amelyben részt vettek a belga, a német és a francia szervek, sikerült felszámolni ezt a bűnözői csoportot. Múlt hét közepén voltak a házkutatások Németország 4 területén, összesen 30 helyen 19 embert vettek őrizetbe. A francia hatóságok régóta mondják azt, hogy az embercsempész hálózatok tagjai iraki kurdok. Ebben a hálózatban iraki kurdokat és szíriaiakat vettek őrizetbe, és azt mondják a nyomozás vezetői, hogy sikerült lekapcsolni, őrizetbe venni a hálózatnak a vezetőjét is. Ez azért fontos, mert gyakran azt mondja a francia ügyészség, hogy Kurdisztánból, Irakból irányítják ezeket az embercsempész hálózatokat. Ennél a hálózatnál eszközöket vettek, foglaltak le, több tucat gumicsónakot, mentőmelényeket találtak, amelyeket az embercsempészeknek adnak természetesen az átkeléskor, eszközöket, elektronikai eszközöket, készpénzt, és olyan motorokat is, amelyeket a gumicsónakokra szoktak szerelni. Ezek a nagyon rossz minőségű gumicsónakok
Kínából érkeznek, és tudjuk azt, hogy ebbe maximum 10 embert lehet beültetni, de az embercsempész hálózatok most már gyakran 50-60 embert is egy gumicsónakban elhelyeznek, és egy enyhébb éjszakán akár 8 indítást is, 8 alkalommal is elindítanak illegális bevándorlókat Franciaországban, Calais környékéről és Belgium, a belga partoktól is. 55 átkerésre alkalmas eszközt foglaltak le a hatóságok, és azt mondják, hogy ez egy olyan hálózat volt, amely nem csak az eszközöket juttatta el először Németországban, majd onnan azokra a parti szakaszokra, Belgiumba és Franciaországban, honnan indultak ezek a hajók, hanem magukat gyakran az illegális bevándorlókat is hozták ezekre a parti szakaszokra. Egyre délebbi helyekről indítják el őket, hiszen amikor már a vízen vannak az emberek, akkor már nem tartóztatják föl őket a francia hatóságok, csak a parton lévő embereket tudják visszatartani és őrizetbe venni, és egyre gyakrabban kérik azt meg az emberektől, hogy menjenek be a vízbe, és ott szálljanak be ezekbe a nagyon rossz minőségű gumicsónakokba. Azt majd természetesen a jövőben fogjuk megtudni, hogy mennyire sikerült ezzel visszatartani és megállítani azt a folyamatot, amely a Lamas csatornán 2018-ban kezdődött meg, amikor is maga a víz vált a legfontosabb útvonalá. Korábban a vonatokra felkapaszkodva, illetve elbújva a kamionokba próbáltak átjutni az illegális bevándorlók. Tavalyi év során 30 ezeren viszont már a vízen keresztül mentek át, a gumicsónakokon mentek át, és hát tudjuk, hogy nagyon veszélyes ez az útszakasz. Csak januárban 4-en vesztették életüket a Lamas csatornában. Lencsel Katalinnak, Baracka Eszternek és Cser Attilának köszönjük!